Szervusztok! Hi everyone! Van egy jó hírem, vasárnap már lesz fűtés. I have a good piece of news. We will have a heating from Sunday. Okay, nézzük csak. Okay, itt vagytok, hogy vagytok? Are you here? Are you okay? Itt vagytok, hátul is mindenütt, jó. Okay, well, let's just pray. Akkor csak imádkozzunk. Lord, we just ask you that you would speak to our hearts. Urunk, kérünk, hogy beszélj a szívünkhöz. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. In Ecclesiastes 3, Prédikátor 3-ban. There you go, thank you. That sounds more like speaking. Yeah. Great, great. Ecclesiastes 3, there is this verse. Prédikátor 3-ban van ez a vers. It says in verse 11. 11. versben. He has made everything beautiful in its time. Mindent szépen alkotott Isten a maga idejében. Also he has put eternity in their hearts. Az örökkévalóságot is az emberek szívébe helyezte. Except that no one can find out the work that God does from beginning to end. De úgy, hogy az elejétől a végéig nem foghatják föl mindazt, amit Isten cselekszik. And Pastor Scheller often uses this illustration. Pastor Scheller gyakran használja ezt az illusztrációt. Like when you were a kid. Amikor kisgyerek vagy. And there is like a cookie jar on top of the refrigerator. És a hűtő tetején ott egy doboz süti. You know, and you cannot reach it, you know. És nem tudod elérni. You know, you're trying, you know. Próbálkozol. It's not, you know. Maybe your fingertips can touch it. Lehet, hogy az ujjad végével eléred. But then you just push it in more. De aztán csak még jobban beljebb lököd. And this is the illustration that I want to use tonight. És ezt az illusztrációt szeretném ma használni. Yeah, so the cookie jar. Szóval a sütés doboz. This is like God. Ez olyan, mint Isten. He is, you know, he placed the desire for eternity in man's heart. Belehelyezte az örökké valóság utáni vágyat az ember szívébe. But like that. De ez ilyen. I just cannot reach it. Hogy épp pont nem tudom elérni. I can touch it. Lehet, hogy meg tudom érinteni. But I just cannot reach it. De pont nem tudom elérni. This is my problem. És ez a problémám. What do I need? És mire van szükségem? I need a stool. Egy székre. I need a stool, okay? Székre van szükségem. And this is the thought, really. És ez az a gondolat. That this stool. Ez a lényeg, hogy ez a szék. It's faith. Ez a hit. Okay, by faith. Hit által. I can reach. El tudom érni. What God has for me. Amit Isten készített nekem. And that's the message. Amen. Thank you for coming. Ez az üzenet. Amen. Köszönjük, hogy eljöttetek. That was a great message. Yeah. So. Ez egy jó üzenet volt. Yeah. So God has given us something. Szóval Isten adott nekünk valamit. And it's kind of just out of our reach. És az valahogy pont nem érjük el. And this is why we come together. És ezért jövünk össze. By faith. Hit által. And we learn, we hear. És tanulunk és hallunk. God ministers to us. És Isten beszél hozzánk. In a special way each time. Különleges módon minden alkalommal. And he has something for us. És valamit elkészített nekünk. He has something to give us. Van valami, amit adni akar but nekünk. It's only mine by faith. De ez csak hit által lehet az enyém. And any time I leave that out of the picture. És akárhányszor kihagyom ezt a képből. It's something that once again. Ez megint csak valami olyan. I cannot reach it. Amit nem tudok elérni. I have the same problem again. Megint csak ugyanaz a problémám. Okay, so Luke 7. Lukács 7. 31. 31. Jesus spoke about a phenomenon that happened in his time and that he faced with the people living around him. Arról beszél, hogy Jézusnak volt ez a problémája, amivel az emberek körülötte szembenéztek az ő idejében. Yeah, so verse 31. 7:31. Lukács 7:31. To what then shall I liken the men of this generation and what are they like? Igen. Kihez hasonlítsam azért a nemzedék embereit, és mihez hasonlók? They are like children sitting in the marketplace and calling to one another saying. Hasonlók a piacon ülő gyermekekhez, akik úgy egymásnak kiáltoznak és ezt mondják. We played the flute for you. Sipoltunk nektek. And you did not dance. És nem táncoltatok. We mourned to you. Sírantó éneket énekeltünk nektek. And you did not weep. És nem sírtatok. What is he saying?
Mit mond itt? Well, he's speaking to his generation, but I believe what he's saying happens in every generation. Ő a saját generációjához beszélt ekkor, de hiszem, hogy ez minden generációban így működik. That their response to the music in that story is not in sync with the music. Hogy ahogy ezek az emberek válaszoltak, amilyen választottak a zenére, az nem volt összhangban magával a zenével. Okay, it's like me clapping when I'm singing. Ez olyan, mint amikor én tapsolok éneklés közben. You know, I'm just gonna like randomly hit my hands together at random times. You know? Csak így véletlenszerűen összeütögetem a kezemet. It has nothing to do with the rhythm of the music. Semmi köze nincsen a zene üteméhez. And this is like, you know, what is he saying? És mit mond itt Jézus? Like there is a funeral home. Mondjuk ott van egy ravatalozó. And they are playing comedy music. És valami vicces zenét játszanak. You know, or vagy there is joyful music. Vagy ilyen örömteljes zene van. And people weep. És az emberek okay, sírnak. That's the picture that he's making. Ez az a kép, amiről Jézus beszél. Okay, it happened to Israel. Ez történt Izraelben. Like Exodus 32. 2 Mózes 32-ben. Verse 19. A 19. Moses versben. Moses comes down off the mountain. Mózes lejön a hegyről. And he is carrying the tablets. És hozza magával a kőtáblákat, amiket Isten adott neki. And this is like amazing. És ez lenyűgöző. God has revealed himself. Isten his will. Leleplezte magát és az ő akaratát. To humanity. Az emberiség előtt. And then, és azt mondja, what does he find? És aztán mit talál Mózes? In that verse. Ebben a versben. We see that they were making it was a holy day. Azt mondta, hogy ez egy szent nap because volt. Because God has revealed himself. Mert Isten leleplezte magát. But then the people, de aztán az emberek, they made it filthy. Bemocskolták. Because they were not, you know, in sync with God, what God was doing. Mert nem voltak összhangban azzal, amit Isten csinált éppen. Or the other way. Vagy a másik dolog. In Nehemiah 8. Nehémiás 8-ban. When they are reading the word. Olvassák az igét. And the people start weeping. És az emberek elkezdenek sírni. And the priest and the, you know, like the priest and the leader, you know, they Ezra and Nehemiah, they say. És aztán a pap meg a vezetők meg Ezrás azt mondják. They say no. Nem. This is a day of rejoicing. Ez az öröm napja. You know, the word of God. Isten szava. Is spoken to us again. Újra Isten szavát yes, halljuk. There is a problem with us. Igen, van velünk valami yes, gond. Yes, we igen. Have messed up. Elrontottuk a dolgot. But de God is with us. Isten velünk God van. Is again speaking to us. És Isten megint szól hozzánk. There is something amazing happening. És valami lenyűgöző dolog történik. So eat the fat, drink the sweet and rejoice. Szóval egyetek zsírosat, igyatok édeset és örüljetek. Rejoice. Örüljetek. That's like they were not responding right. Nem helyesen válaszoltak. And Ezra is saying, wait, guys. This is a day of joy. Ezrás azt mondja, hogy várjatok emberek, ez az öröm napja. Okay, but this is true. De ez igaz. The natural man, hogy a természeti ember, can never get it right. Soha nem fogja rendesen a dolgot. Why? Miért? This is why. Ezért. Because the natural man, mert a természeti ember, cannot reach, nem tudja elérni, what God has for him, amit Isten készített neki. No matter how he tries, teljesen mindegy, hogy mennyire próbálkozik. A saját erejéből. This is why people don't like religion. Ezért van, hogy az emberek nem szeretik a vallást. They are saying, azt mondják, I can just never get it right. Hogy csak soha nem tudom rendbehozni a dolgokat. I can never do it right. Like, soha like nem tudom I always kneel down when they stand up, and I stand up when they kneel down. You soha know? Nem tudom rendesen csinálni. Mindig akkor térdelek le, amikor ők felállnak, és akkor állok fel, amikor ők letérdelnek. I just, you know, I hate religion. I can never do it right. Gyűlölöm a vallást, mert soha nem sikerül jól megcsinálni. When I'm supposed to say amen and when I'm supposed to say hallelujah, you know? Nem tudom, hogy mikor kéne áment mondani, meg mikor kéne hallelujah-t mondani. And you know, and this is what we say. És ezt mondjuk mi is. You know, we are talking about something very different. Valami egészen másról beszélünk. Not about doing the right things, but we're talking about what God has for us. Nem arról beszélünk, hogy hogyan csináljuk a helyes dolgokat, hanem arról, amit Isten elkészített nekünk. In Genesis 37, egy Mózes 37-ben, Joseph had dreams. Józsefnek voltak álmai. And this is one of those cases. És ez az egyik álom. It says in verse 5. Az ötödik versben azt mondja. And Joseph had a dream, and he told it to his brethren.
And they hated him yet the more. És álmot látott József, és elbeszélte bátyainak, erre azok még inkább gyűlölték őt. Joseph had a problem. Józsefnek volt egy problémája. He thought his brethren were on his side, but really they were not. Azt hitte, hogy a testvérei az ő oldalán állnak, de igazából nem így volt. But what was happening to Joseph? Mi történt Józseffel? He found that God has something for him. Azt találta, hogy Isten elkészített neki valamit. He got the cookie jar. Megszerezte a sütésdobozt. He got what God had for him. Megszerezte azt, amit Isten elkészített neki. He received a promise from God. Kapott egy ígéretet Istentől. And he believed it. És elhitte. And he accepted. És elfogadta. That God has something for me down the road. Hogy Isten az úton majd valahol készített nekem valamit. So Jesus is saying. Szóval Jézus azt mondja. In Luke 7. Lukács 7-ben. That there was something missing. Hogy hiányzik valami. That they did not have something. Hogy valamiük nem volt meg ezeknek az embereknek. He is saying this generation. Azt mondja, hogy ez a generáció. It's not responding right. Nem helyesen válaszol. Like me with the music, you know. Mint én a zenére. I don't have a sense of rhythm. Hogy nincs ritmus érzékem. You know, and my poor wife trying to dance with me, you know. Szegény feleségem próbál velem táncolni. You know, when we got married and there was the celebration after. Amikor összeházasodtunk és aztán volt a fogadás. Actually, it was a wedding party. What do you call that? Wedding feast, yeah. Lagzi. Lagzi yeah, volt. That's right. So she volt. Tried to dance with me. Megpróbált velem táncolni. She had beautiful shoes on. És gyönyörű cipő volt rajta. And at the end of the dance, it wasn't so beautiful anymore. És a tánc végén már nem volt olyan nagyon gyönyörű az okay. A cipő. So that's, you know, like not responding right, you know. Not in sync. Ezt jelenti, hogy nem helyesen válaszolunk, hogy nem vagyunk összhangban. Okay, and this is what was happening with them. És ez történt velük is. John 7:33. János 7:33. He is explaining it a little more. Jobban elmagyarázza. Oh, sorry, Luke 7. I'm sorry, Luke 7:33. Yes. Lukács 7:33, nem János. For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine, and you say he has a devil. Mert eljött keresztelő János, aki kenyeret sem eszik, bort sem iszik, és azt mondjátok, ördög van benne. The Son of Man has come eating and drinking, and you say, look, a glutton and a winebibber, a friend of tax collectors and sinners. Eljött az emberfia, aki eszik és iszik, és ezt mondjátok, íme falánk és borívó ember, a vámszedők és a bűnösök barátja. John is humble. János alázatos. He is withdrawn. És visszahúzódó. He is fasting. És böjtöl. He is so devoted to God. És annyira odaszánta magát Istenhez. That basically he is like not part of society. Istennek, hogy gyakorlatilag nem volt része a társadalomnak. He has a demon. Ő benne démon van. You know, and then Jesus comes. És aztán jön Jézus. And he connects with everyone. És mindenkihez tud kapcsolódni. He speaks to everyone in all, you know, any shape or form of life. És mindenkihez szól bármilyen formáját élje is az ember az életnek. He's sitting at marriage feasts. Ücsörög lagzikon. He sits with prostitutes. Leül a prostituáltak and mellé. And he sits with leaders. Meg a vezetők mellé is. And he talks to Romans. És beszélget sometimes. Rómaiakkal is néha. You know, and they are saying. És azt mondják róla. And they are saying, look, a glutton. Nézzétek, egy falánk. He's a drunkard. Ő egy borívó ember. He's the friend of all kinds of filth. Ő mindenféle mocsoknak a barátja. And so this mentality. És ez a mentalitás. It's always around. Ez mindig itt van, mindig körülvesz minket. Say, olyan könnyű azt mondani. You know, it's like, well, like, you know, it's so easy to say. Something negative about a work of God. Olyan könnyű valami negatívat mondani Isten munkájáról. Like yesterday we were talking in Alapok. Mint tegnap az Alapokon beszélgettünk. And somebody said. És valaki azt mondta. You know, like what is wrong with this church, with the certain church? Mi a baj ezzel a bizonyos gyülekezettel? You know, and then I didn't give the answer, but we gave the answer that we always say. És nem válaszoltam rá, hanem ugyanazt válaszoltuk rá. Somebody else answered. Valaki más válaszolta ugyanazt, amit egyébként mindig szoktunk. That you know, that's not the question.
Hogy nem ez a kérdés. We don't say like, you know, that's bad, that's, yeah, we disagree with certain things. Nem mondogatjuk, hogy ez rossz, meg az rossz, meg amaz rossz, de igen, van, hogy nem értünk dolgokkal egyet. Yes, of course. Persze, van így. We are not part of the speaking in tongues movement, for example. Például nem vagyunk része a nyelveken szólás mozgalomnak. Okay. Rendben. But that's not the main question. Nem ez a legfőbb kérdés. There is a greater question. Van egy nagyobb kérdés. Because it's easy to say. Mert könnyű azt mondani. This church is too serious. Hogy ez a gyülekezet ez túl komoly. That church is not serious enough. Az a gyülekezet meg nem elég komoly. The music is not to my taste. Nem tetszik a zene. There is not enough prayer. Nincs elég imádkozás. I remember a guy once I spoke with him at the door. Emlékszem egy emberre, akivel beszéltem az ajtóban. He says, oh, it's good, the message, the music is good. Azt mondta, hogy jó volt az üzenet, meg a zene. But you pray too much. De túl sokat imádkoztam. I'm like, okay, well. Én meg úgy voltam vele, hogy. I guess we can't help that. Hát, jó, azt hiszem, ezzel nem tudunk mit csinálni. You know, it's too large church, it's too small church. Túl nagy gyülekezet, túl kicsi gyülekezet. It's so easy. Olyan könnyű. To find fault. Hibát találni right? benne. That's the easiest thing. Ugye ez a legegyszerűbb. And by the way, the longer time you spend with someone, anyone, us, anyone else, you will find more and more faults. Egyébként minél több időt töltesz bárkivel vagy bárhol, annál több hibát fogsz találni. But the question is not this. De nem ez a kérdés. There is a deeper question. Van egy mélyebb kérdés. And the question is. És ez a kérdés. Do I hear God anywhere? Hogy hallom-e Istent bárhol? Just do I hear God somewhere? Hogy van-e valami olyan, ministering to me? Valahol hallom-e Istent, ő szolgál-e hozzá, szolgál-e felém? Am I reaching the top of the fridge? Elérem a hűtő tetejét? By faith. Hitáltal. Am I taking what God has for me by faith? És átveszem-e, amit Isten készített nekem hitáltal? You know, not whether I see that this is wrong or that is wrong. Nem az a kérdés, hogy látom-e, hogy ez meg az rossz. Because of course I do. Mert persze, hogy látom. That's easy to see. Azt könnyű meglátni. This is not our fellowship. Nem ez a közösségünk. This is not what we look for. Nem ez az, amit keresünk. It's easy to fill my heart with what is missing. Könnyű azzal megtölteni a szívemet, hogy mi hiányzik. You know, to feel that. És ezt érezni. You know, that I'm missing. And God has something for me. Hogy Istennek van valami a számomra. But I'm not reaching it really. És tényleg nem just tudom pushing elérni. It further. Csak folyton arrébb lökögetem. And I say it's just not right. It's not right. És csak azt mondogatom, hogy ez így nem jó. I'm ez így nem try jó. To fix it. Valahogy helyre kell hoznom. But I'm not approaching it by faith. De nem hitáltal közelítem meg. And this is where Joseph was so different. És ebben volt annyira más József. Joseph filled his heart. József megtöltötte a szívét. With the promise of God. Isten ígéretével. And he went through terrible hardship. És szörnyű nehézségeken ment át. Betrayed by his brethren. Elárulták a testvérei. I mean, how many times could he have thought? Hányszor gondolhatta volna? God had abandoned me. Hogy Isten elhagyott engem. Just think about it. Csak gondoljatok bele. Years and years. Sok év egymás után. You know, how many years? Just can someone have the number? I'm sorry, I don't remember the number. József. 13 years? 13. Okay, thank you. You know, like 13 years. 13 év. Can you imagine that? El tudjátok ezt képzelni? I don't want to imagine it. Én nem is akarom elképzelni. You know, it's like terrible. Szörnyű. But what did he have? De mi volt Józsefnek? He had God's promises. Meg volt neki Isten ígérete. And he was feeding from that. És ebből táplálkozott. And that was his life. Ez volt az élete. And that was his life. Ez volt az élete. And so he wasn't childish. És ezért nem volt gyerekes. You know, he wasn't like those kids that Jesus described there in Luke 7. Nem volt olyan, mint azok a gyerekek ott, akikről Jézus beszélt. He had a different life. Lukács 7-ben, hanem más élete volt. And this is how we also live. És mi is így élünk. By God showing us something. Úgyhogy Isten mutat nekünk valamit. That something is going on with him in our lives. Hogy valami történik Istennel az életünkben. And then this is our food. És ez az ételünk. And this is where we get our sense of value. És innen nyerjük az értékítéletünket. Like what is our value? Hogy nem, bocsánat, innen nyerjük azt, hogy mi az értékünk. This is where we draw our direction from. Innen merítünk irányt. Calling az életünknek. Our mission. Innen merítjük our usefulness. A hasznosságunkat, our purpose, a küldetésünket, our anointing, a célunkat, a kenetünket. Finding itt találjuk meg the life of faith. A hit életét. There was this couple volt az a házaspár in our church.
gyülekezetünkben. And they always felt, és mindig úgy érezték, that life is terrible here. Hogy az élet itt szörnyű. And then they moved away. És aztán elköltöztek. And then in 2 months' time they called us and said, oh, we made a mistake, we shouldn't have moved here. És 2 hónap múlva felhívtak és azt mondták, hogy nem kellett volna elköltöznünk, ez egy hiba volt. You know, it's terrible here. It's szörnyű. Can you help us move back? Tudnál segíteni visszaköltözni? Then we helped them move back. És aztán igazából segítettünk nekik, hogy vissza tudjanak költözni. And you guessed it, 2 months' time. És gondolhatjátok, hogy 2 hónap múlva. They said it's terrible here. Azt mondták, hogy itt szörnyű. We have to go from here, you know. El kell mennünk innen. This is not right. Ez így nem helyes. And then they moved again. És aztán megint elköltöztek. And then they moved back again. Megint visszaköltöztek ugyanoda. You know. And then 2 months later. És aztán 2 hónap múlva. I said. Azt mondtam. I don't even want to hear it. Nem is akarom hallani. I've had enough. Thank you. Ezen you need to realize. Észre kell vennetek, that you have a problem. Hogy problémátok van. And wherever you go, you take it with you. És bárhova mentek, magatokkal viszitek ezt a problémát. You know, it's always another place. Always another thing. Mindig egy I másik. I need to have another thing. Másik I need to have másik, another thing. Másik dolog, meg egy még egy másik. And egy, when egy this meg... is out of my reach. És amikor ezt nem érem el. When God's purpose is out of my reach. Amikor Isten célját nem érem el. Then you know, in my life. Az életemben. I'm not taking hold of His promise. Akkor nem tudom megragadni az ő ígéretét. When I am not taking hold of His promise, és amikor nem ragadom meg az ő ígéretét, I will be hungry and dissatisfied. Akkor éhes leszek és elégedetlen. And it doesn't matter. És nem számít. If I, you know, if my life is gonna go this way or that way. Hogy erre vagy arra megy az életem. If I'm gonna get what I want or I don't. Hogy megkapom-e, amit akarok vagy sem. I see this with strong-willed people. És ezt látom az erős. Az erős akaratú embereknél. They push for a direction. Hogy nyomulnak egy bizonyos irányba. And then, if they don't get it, és hogyha nem nyerik meg, then they get bitter. Akkor megkeserednek. And if they get it, és hogyha elnyerik, they are just dissatisfied and they need the next thing and the next thing and the next thing. Akkor csak elégedetlenek és szükségük van a következő dologra és aztán a következőre és they aztán strong, a következőre. Erősek. But they are fickle. De ingatagok. They are not able to stay in one place. Képtelenek egy helyben maradni. Why? Miért? Well, because they haven't found this. Mert azt nem találták they meg. They haven't found the cookie jar. Nem találták meg that a God has for them. Sütés dobozt, the amit calling, Isten készített nekik. The purpose, the life. Az elhívást, az életet, a célt. Israel came out of Egypt. Izrael kijött Egyiptomból. And then one day are out of Egypt. És amikor kijöttek Egyiptomból. Then in Numbers 14. 4 Mózes 14-ben. I think verse 4 they say. A 4. versben azt mondja. Let's make someone our captain and go back to Egypt. Azt mondják, hogy válasszunk magunknak egy vezetőt és menjünk vissza Egyiptomba. You know, when they were in Egypt. Amikor ott voltak Egyiptomban. They just wanted to get out of there. When they were out of it, they just wanted to go back. Csak ki akartak jutni onnan, aztán amikor kijutottak, akkor csak vissza akartak menni. Fickle people. Ingatag emberek. Why? Miért? What was their problem? Mi volt a problémájuk? And Hebrews 4 says. És Zsidók 4 azt mondja. We read there. Ott olvassuk. They didn't use faith in their lives. Hogy nem használtak hitet az they életünkben. They didn't take hold of the more of God. Nem ragadták meg azt a többet, amit Isten adott volna nekik. They didn't say. Nem mondták azt. Our lives are more. Az életünk több. God has something for us. Isten elkészített nekünk valamit. Let's go for it. Ragadjuk meg, hey, menjünk érte. They didn't encourage each other. Nem bátorították egymást. Say, nem mondták. Hey, let's go for it. Hey, menjünk. We can do it. Szerezzük meg. But well, Caleb and Joshua did. Igazából Caleb meg Joshua ezt mondták. But they were the only two. De ők csak ketten voltak. Sadly. Sajnos. And they didn't, then the rest didn't believe it. És a többiek nem hitték el. And let me just say this. És csak hadd mondjam ezt. Every ingredient is in our hearts to be just like Israel in that situation. Minden szükséges hozzávaló benne van a szívünkbe ahhoz, hogy pont ugyanolyanak legyünk, mint Izrael abban az időben. We can be just like that so easily. Annyira könnyen pont ugyanolyanakká válhatunk. And the only thing that can save me from that. És az egyetlen dolog, ami ettől megmenthet engem. Is the reality of Christ. Az Krisztus valósága. In my life, in az életemben, a hitben. When I take hold.
amikor megragadom of that amazing mission that he has for me, ezt a hihetetlen küldetést, amit ő készített nekem, azt a célt, that he called me to, amire ő elhívott engem, and when I get edified in it, és amikor ebben felépülök, when someone says, valaki azt mondja, hey, you have been called by God. Isten elhívott téged. Oh, let's walk together in it. Járjunk let's ebben pray együtt. For each other. Imádkozzunk egymásért. Not saying to each other. Ne azt mondjuk egymásnak. You're doing it wrong. Rosszul csinálod. This is wrong, that is wrong. Ez így rossz, az meg rossz. Why do you have an earring? Miért van fülbevalód? You know, it's like, you know, and why did you braid your hair? Miért fontad be a hajad? Yeah, you know, like, you know, it's not that. But nem, it's nem saying, erről van szó, hanem, let's walk with God hanem together. Azt mondjuk, hogy menjünk, let's do it. Járjunk együtt Istennel. He has a purpose. Istennek célja van that we maybe don't even, az életünkkel. You know, we cannot even believe it. Lehet, hogy el sem tudjuk hinni. What he has for us. Amit ő készített nekünk. But let's believe. De higgyük el. And let's edify. És építsünk. And I love Bible school for this reason. És ezért szeretem nagyon a Biblia iskolát. Because it edifies me. Mert felépít engem ebben az elhívásban. I love edifying people. Szeretem az építő embereket. It's awesome to be around you believers. Nagyon jó veletek együtt lenni hívőkkel. Because we edify each other. Mert építjük egymást, és azt mondjuk. God has something beautiful for us. Isten valami gyönyörűt készített nekünk. In Revelation 2:17. Jelenések 2:17-ben. It speaks about the hidden manna. Beszél a rejtett mannáról. Okay, I'm going to say that this is that. Most azt mondom, hogy ez a rejtett manna. Okay, the hidden manna. Rejtett manna. Like when I hear what God has to say to me. Amikor hallom, hogy hallom azt, amit Isten mondani akar nekem. If I reach over the natural. Hogyha átnyúlok a természetén. You know, and I reach beyond by faith. Hitáltal túlnyúlok rajta. Then I have akkor something that is hidden for most people. Valami olyat szerzek meg, ami a legtöbb ember elől el van rejtve. A lot of people have a problem. Nagyon sok embernek van but problémája. When we say in our hearts, de amikor azt mondjuk a szívünkben, yes, Lord, igen, Uram, tell me what you're doing mondd el nekem, world, hogy mit csinálsz, yes, ebben Lord, a világban. Tell me what you're doing in my neighborhood. Igen, Uram, mondd el nekem, hogy mit csinálsz a tell me szomszédságomban. Mondd el nekem, hogy milyen küldetésed tell me about the power of the spirit in our lives. Beszélj a szellem hatalmáról az életünkben. Speak to me. Beszélj hozzám. And he does. És megteszi. Jesus said. Jézus azt mondta. In John 15:15. János 15:15-ben. I don't call you servants. Nem hívlak többé szolgáknak. You are my friend. Mert a barátaim and vagytok. I have told you. És elmondtam nektek. And I have told you. És elmondtam everything nektek. Mindent, that my father told me. Amit az én atyám nekem mondott. And this is God with us. És ez az, he says, hogy Isten velünk van. I will tell you. Az Isten ilyen velünk, hogy persze, hogy el fogom mondani. I will tell you. El fogom mondani. And let's say the world is rejoicing. És mondjuk a világ örül. You know, Adolf Hitler is our leader, you know. Adolf Hitler a vezető. It's awesome. Ez nagyszerű. He's a great leader. Ő egy he's nagy a vezető. Leader. Ő egy erőteljes vezető. You know? And they are rejoicing. És örülnek. And God, és Isten speaks to us. Beszél hozzánk. And says, és azt mondja, you should pray. Imádkoznod kéne. You should be broken. És megtörtnek kéne lenned. And you know, and be faithful to me. És légy and hűséges hozzám. And he's saying something else. Ő valami mást mond. And this is like so important in our lives. És ez annyira fontos az életünkben. That we live a different way. Hogy egy más módon élünk. So many people don't have this. Annyi embernek ez nincs they meg. They have nothing. They reach nothing up there. Semmit nem érnek el ott fent. There is nothing to feed them. Semmi nincs, ami táplálná őket. And therefore they are very, very, very vulnerable. És ezért nagyon-nagyon sérülékenyek. They are vulnerable. Nagyon sérülékenyek. They don't have, you know, it's easy. Könnyű. To tip them off balance. Kibillantani őket az egyensúlyokból. It's easy. Nagyon könnyű. Maybe they are strong. Lehet, hogy erősek. They have a good mind. És értelmesek. They have good connections. És jó kapcsolataik or vannak. They have learned, you know, or they are good at business. I don't know. Vagy jó üzletemberek, nem but tudom, de. If they don't have. De ha nincs meg. Like the word of God. Nekik if they Isten don't have the promises of God, szava és Isten ígéretei nincsenek then it's meg so nekik, easy akkor annyira könnyű to tip them off balance. Kilendíteni őket az and egyensúlyokból. Satan just comes in, és aztán bejön Sátán. One, you know, and over they fall. Egy fújás és már el is estek. And that's so terrible. És ez annyira szörnyű. But
But we are here to minister. De azért vagyunk itt, hogy szolgáljunk. How do we live our lives? Hogyan éljük az életünket? We intercede. Közben járunk. We pray. Imádkozunk. We seek God. És keressük Not Istent. Just for ourselves. Nem csak magunk számára. But for others as well. Hanem mások számára is. And you know, and I'm looking for the leading of the Spirit. És keresem a Szellem vezetését. And it's a choice. És ez egy döntés. Because I could say. Mert azt is mondhatnám. Well, God has something for me. Hogy Isten elkészített it's nekem so valamit. Awfully, you know, it's up there. És annyira rohadtul magasan it's van. So tall, you know, annyira it's, magasan it's van. Right. És ez így nem jó. Why does he do this to me? Ez így nem jó. Miért csinálja velem ezt Isten? God is saying because I want you to live in faith. És Isten azt mondja, hogy azért, mert szeretném, hogy hitben élj. You know, live by faith. Élj hitben. That's my desire with you. Ez a vágyam veled. And I say no, it's too far, it's too high. És azt mondom, hogy nem, ez túl magasan van, you know, túl messze van. When I do this, de amikor ezt teszem, I decide, úgy döntök, that I live a different life. Hogy egy másik életet élek. That I'm not gonna live there. Hogy nem ott lent fogok down élni. There, ott lent. We would talk. Azt mondanánk. Well, this is missing. That is a problem. Ja, arról beszélünk, hogy ez hiányzik, meg az a probléma. He's wrong. Ő meg téved. You know, and we are right. Ők meg, őnekik meg igazuk van. This would be our life. És ez lenne az életünk. But instead we say. De helyett azt mondjuk. I want to see God do something. Szeretném látni, hogy Isten tesz valamit. I'm going to believe him. Hinni fogok benne. I'm going to trust him in this crazy situation. És bízni fogok benne ebben az őrült helyzetben. And there will always be the people who say. És mindig lesznek olyan emberek, akik azt mondják. This is not right, that is wrong. Ez nem helyes, az meg That's helytelen. Missing. Ez hiányzik. And I can hear that. We all do. És hallom, mindannyian halljuk. But if I live in that, de ha ebben élek, it renders me weak. Akkor az gyengévé tesz engem. Fickle, unstable. Ingataggá, állhatatlanná. You know, and that's it. És ennyi. And this is why we have a mime as the translator. Ezért van, hogy egy pantomimes a tolmács. You know, that's, you know, this is what we have. I have a problem. Ez van, van egy problémám. Problem. Van egy problémám. My life can be just pushed over. Az életemet by a ridiculous problem. Egy nevetséges kis problémával ki lehet lökni a helyéről. You know, the beads were rotten today. Mi? A retek megromlott. And I divorce my wife. És elhagyom a feleségemet. Okay, eventually, you know, it's like that's what I'm talking about. Erről van szó. You know, this is how stupid we are. Ennyire hülyék vagyunk. You know, I'm only 22. Csak 22 éves vagyok. So I'm gonna abort my child. Szóval elvettetem a gyermekemet. That's how stupid we are. Ennyire hülyék vagyunk. You know, and that's how we live life. És így éljük az életünket. I'm you know, I'm 42. 42 éves vagyok. And I'm gonna divorce my husband because it's midlife crisis. És elhagyom a férjemet, mert éppen whatever it's called. Ilyen válságon megyek át. Yeah, that's right. So this is, you know, this is like if I do that. Hogyha így ezt csinálom. It will make me weak. Az gyengévé fog tenni engem. I need something more. Valami többre van szükségem. I need a place where I can, you know, where I can raise my hands. Egy olyan helyre van szükségem, ahol felemelhetem. And I can say I praise you, God. Ahol felemelem a kezemet és azt mondom, hogy dicsérlek Istenem. This is why we have a church. És ezért van gyülekezetünk. And you know, 1 Timothy 2:8. This is tudjátok, 1 Timóteus 2:8. I need a place where God leads me in faith. Szükségem van egy helyre, ahol Isten hitben vezet engem. And I say, Lord, lead me in prayer. És azt mondom, hogy Uram, vezess engem imában. And I believe. És hiszek. That God can do a lot. Hiszem, hogy Isten rengeteget tehet. And more. És még annál is többet. And more. És annál is többet. And even more. És még annál is többet. And this is how I live my life. És így élem az életemet. Lord, Uram, breathe on my marriage. Lehelj rá a házasságomra. Breathe on my, you know, my sick, I don't know, my sick mom. Lehelj rá az én beteg anyukámra. Or Lord, vagy Uram, you know, just trust in God. Csak having bízom, faith. Bízom benned. And living life like this. Hitem van, és így élek. Okay. If I live life like that, ha így élem az életet, I take hold of this. Akkor ezt megragadom. There is always a goal. Mindig van egy célom. There is always a vision. Mindig van egy látásom. Okay, now some people. Vannak emberek. Who need to hear numbers. Akiknek szükségük van számokra. Yeah, like to say akik this is our vision.
ez a látásunk 230, some people don't need those numbers. Néhány embernek nem van, nincs szükségük ezekre a but we számokra. All need to live by faith. De mindannyian hitben kell, hogy éljünk. Like there is no other way. Nincs más of walking in faith. Of walking in a vision, sorry. Ahhoz nincs más módja annak, hogy egy látásban járjunk. Okay, to look forward. Hogy előre tekintsünk, és azt mondjuk, God lead me in a new way. Istenem, vezess engem egy új módon. God, Istenem, I want to see. Látni akarom your hand. A te kezedet. Please do it. Kérlek, tedd meg. Bring a prodigal son home. Hozd haza a tékozló fiút. You know, plant a church. Plantálj egy gyülekezetet. Heal someone. Gyógyíts meg valakit. I have to live by faith. Hitben kell élnem. Like we say it like this. Így mondjuk ezt. Hungary. Magyarország. Hungary needs to hear the grace message. Magyarországnak szüksége van rá, hogy hallja a kegyelmi üzenetet. You know, we listened the other day to some religious radio station. A minap valami vallásos rádiót hallgattunk. And they said. És azt mondták. You know. And Jesus said. És Jézus azt mondta. You know, like that, you know, like. Valahogy így. And we were thinking. És gondolkodtunk with my wife, a feleségemmel. You know, it's like, oh no, please. You know, people need to hear. Az embereknek hallaniuk message. Kell az people a kegyelmi need üzenetet. To see real flesh and blood people. Az embereknek valódi húsvér embereket kell látniuk. Who are living the life of faith. Akik a hit életét who élik. Are saying, akik azt mondják. Hey. There is more here than I need. Van itt több, mint amire szükségem van. Do you want some? Kérsz egy kicsit. You know, do you want some? Kérsz egy kicsit. Have some. Akkor vegyél egyet. They need to see this. Ezt látniuk kell. And not, you know, some religious. És nem valami vallásos. You know. But the reality of it. Hanem a valóságát. And living my life like this. És hogy így élem az életemet, és van célom, és van látásom. Because I am walking with God. Mert Istennel járok. And we have this. És ez nekünk megvan. Nekünk megvan az üzenet. Megtaláltuk. You know, we have found the promises of God. Megtaláltuk we Isten found the word of ígéreteit. God. Megtaláltuk Isten igéjét. People need to hear this. És az embereknek ezt hallaniuk kell. Hungary needs grace churches in its cities. A Magyarországnak szüksége van kegyelmi gyülekezetekre a városokban. You know, Budapest needs Bible studies, obviously. Budapestnek szüksége van Biblia tanulmányokra nyilván. And when we say that, és amikor ezt mondjuk, okay, some people here. Vannak akik úgy hallják, that we're saying we need you to work harder. Hogy azt mondjuk, hogy arra, hogy szükségünk van rá, hogy ti keményebben dolgozzatok. Okay, we're not saying that. Nem ezt mondjuk. What we're saying is, amit mondunk, you need to reach. Az, hogy el kell érned. You need to reach up there. Hogy oda fel kell érned. By faith. Hitáltal. And you need to find that. Fel kell nyúlnod oda. And when you have it. És meg kell találnod, és amikor megtalálod, then you can give something. Akkor tudsz adni valamit. And the people need what you have. És az embereknek szükségük van arra, amit adhatsz. All right, let's just close with that. Akkor most fejezzük be ezzel. So the burden to reach our nation that's way too great for any of us. Az a teher, hogy elérjük a nemzetünket, ez bármelyikünk számára túl nagy. But there is something before our eyes always. De mindig van valami a szemünk előtt. You know, a neighbor who needs Christ. Egy szomszéd, akinek szüksége van Krisztusra. Your spouse needing love. A házastársad, akinek szüksége van szeretetre. You know, the other day I was walking the dog. A minap sétáltattam a kutyát. And there was a, you know, a drunken kid laying on the sidewalk. És ott feküdt egy részeg gyerek a járdán. And you know, and you, there is always someone in front of you. Mindig van valaki előtted. And you can say. És mondhatod. Lord, give me. Uram, add nekem. Give me your mercy. A te irgalmadat. Give me your heart. Add nekem a te szívedet. Lord, give this person salvation. Adj megváltást ennek az embernek. Lord, empower me. Uram, adj erőt nekem. To help, so I can help. Hogy segítsek. So I can serve. Hogy tudjak szolgálni és segíteni. When we live by faith. És amikor hitben élünk. And when we pray. Amikor imádkozunk. God is ministering and he's using us. Akkor Isten szolgál és használ minket. And there is a gift, there is an anointing, there is a power. És van ott egy kenet, van egy hatalom, van egy ajándék. There is fervency in our hearts. És van buzgóság a szívünkben. And we are saying what needs to be said. És elmondjuk azt, amit el kell mondani. And we say.
és azt mondjuk, God, Istenem, this needs to change. Ennek változnia kell. We're talking to God kind of boldly. És egy kicsit ilyen bátran beszélünk Istenhez. God, Istenem, I know how this naturally goes. Tudom, hogy ez a természetszerűleg hogyan történik. But God, de Istenem, you need to change this. Ezt neked meg kell változtatnod. You have to change this. Muszáj megváltoztatnod. Oh, please, kérlek. Turn it. Kérlek, it's unacceptable. Ez így elfogadhatatlan. There has to be, it has to go another way, please God. Valahogy egy más úton kell történnie. Turn this thing. Kérlek, fordítsd meg. Turn this thing. Fordítsd meg. The end of 2 Samuel. 2 Samuel végén. In chapter 24, I think. 45. No, fejezet. 24. A 25. fejezetben. 24. Annak a végén, igen, a 24. fejezet végén. Okay. Okay, the last chapter of 2 Samuel. Szóval, 2 Samuel utolsó fejezetében. David says to the Lord. Dávid azt mondja az Úrnak. Lord, I have sinned. Uram, vétkeztem. Én vétkeztem. So why are you, so stop hurting these people. Akkor, hit me. Akkor ne ezt a népet bántsd, hanem bánts engem. Okay, what is he saying? Mit mond itt Dávid? He's saying, azt mondja, well, number one, hogy először is, he has this, neki ez megvan, he has found God, ő megtalálta his Istent, promises, his word, az ő ígéreteit, his truth, his az ő igéjét, az ő igazságát, az ő életét. In faith he says, és hitben azt mondja, I'm putting my life aside, hogy én félreteszem az életemet, and Lord, és Uram, you know, I want, what, you know, have mercy, irgalmaz, and show mercy. And change this whole thing. Irgalmaz ezeknek take az away this plague. És vedd el ezt a csapást. And Lord, please do it. És kérlek, Uram, ezt tedd meg. Yeah, our people. A nemzetünknek. Our nation, our a népünknek, neighbors, a szomszédainknak. Our cities. A our children. A gyerekeinknek. The children in the kindergartens, in the schools. A gyerekeknek az óvodákban és az iskolákban. They need this. Szükségük van erre. And we are here for this reason. És ezért vagyunk itt. Because we have found this. Mert ezt megtaláltuk. And we're saying, és azt mondjuk, God, Urunk, I don't want to live my life. Nem akarom az életemet. But I want to live according to your promise. Nem akarom a saját életemet élni, hanem a te ígéreted szerint akarok élni. I want to live according to what you have for me. Azt szerint akarok élni, amit nekem készítettél. This is my life. És ez az én életem. And in that life, és ebben az életben, you know, we find others, találunk másokat, who also have this. Akiknek ugyanúgy megvan ez. That's our joy. És ez az örömünk. Lord, Urunk, this is our prayer, ez az imánk, that you would breathe on all things in our lives. Hogy te rá lehelj mindenre az életünkben. Lord, I want to see your promises fulfilled. Uram, látni akarom, ahogy beteljesednek a te ígéreteid. Lord, we want to see your hand. Látni akarjuk a te kezedet. In impossible situations. Lehetetlen helyzetekben. Lord, just reach out. Csak and touch illnesses. Kérlek, hogy nyújj ki és gyógyíts meg és érints meg helyzeteket. Illnesses, Lord. Betegségeket, Uram. Lord, we pray. Uram, imádkozunk. Our missionaries. A misszionáriusainkért. Lord, Marci and András and Laura and. Marciért, Andrásért, Lauraért. Dici and Pastor Lajos and Michelle. Pastor Lajosért és Michelleért. Teo. Teoért. Ah, Lord, everyone. Mindenkiért, Urunk. Who is out in the field. Aki kint van a mezőn. Touch them with your life. Érintsd meg őket a te életeddel, és szolgálj feléjük. We thank you, Lord. Köszönjük, Urunk. For our brothers and sisters around the country. A testvéreinket az egész országban. Lord, we ask you. És kérünk. For our churches. A gyülekezeteinkért, a pásztorainkért, Lord, the people around our churches, Uram, az emberekért, akik a gyülekezeteink körül vannak. In Dunaújváros and Paks and Dunaújvárosban, Pakson, Pécsen, Kaposváron, and Böhönye and Szeged, és Böhönyén és Szegeden, here in Budapest, és itt Budapesten. And we thank you, Lord. És köszönjük, Urunk. Mike for Pastor János, for Pastor Brian, Lord, köszönöm, for Pastor Csaba. Köszönjük Pastor János, Pastor Brian, Pastor Csaba, Pastor István, who are representing this life. Mindazokat, akik ezt az életet képviselik
a kegyelem üzenetét, és csak imádkozunk, that you give this to us richly always. Hogy add nekünk ezt az üzenetet mindig gazdagon. And Lord, your promises. És Uram, a te ígéreteid. That they would satisfy our hearts. Hogy azok elégítsék meg a szívünket. Would stabilize our lives. És azok adjanak stabilitást az életünkbe. That our natural fickleness would not define us. Hogy a mi természeti ingatagságunk ne határozza meg az életünket. Oh Lord, we pray. Uram, imádkozunk. You breathe on our outreaches. Hogy lehelj rá az evangelizációinkra. Lord, in Miskolc and Debrecenben. Miskolcon, Debrecenben. And Kecskeméten, és Gödöllön. And here in Budapest, Lord. És itt Budapesten, Uram. Lord our God. Urunk Istenünk. We just pray. Csak imádkozunk. Oh, for your ministry. A te szolgálatodért. Mm. And in your heart. És a szívedben. As a believer. Hívőként. Just say this to the Lord. Mondd ezt az Úrnak. Lord, I need. Uram, szükségem van. I need that more. Arra a többre. I need that life. Szükségem van arra az életre. Lord, I need it every day. Szükségem van rá minden nap. And my life is not too precious. És az életem nem túl drága. I want to find you. Meg akarlak találni téged. And what you have for me. És azt, amit te készítettél Speak nekem. Speak to me from your word. Beszélj hozzám a te ígédből. Speak to me by your spirit. Beszélj nekem a te szellemed által. Lead me in prayer. És vezess engem az imában. My God. Istenem. By faith. Hit által. I want to take hold. Szeretném megragadni. Of what you have for me. Azt, amit te elkészítettél nekem. Thank you, Lord. Köszönöm, Uram. If you're not a believer, hogyha még nem vagy hívő, akkor mondd azt Jézusnak. Jézus, I believe in you. Hiszek benned. I trust you. Bízom benned. I ask you to come into my life. És kérlek, hogy gyere be az életembe. Jesus, I want to know you. Jézus, meg akarlak téged ismerni. Give me a new life. Adj nekem új életet. A new heart. Új szívet. A new start. Egy új kezdetet. Jesus, save me. Jézus, ments engem meg. I believe in you. Hiszek benned. Jesus, I want to know you. Jézus, meg akarlak ismerni. If you said that simple prayer, és hogyha elmondtad calling Jesus right now, az egyszerű imát, és most Jézust hívod, just raise your hand for a sec that I may know. Akkor kérlek, emeld fel egy másodpercre a kezedet, hogy tudhassam. If you're watching online and did that, just send us an email that we may know. Hogyha az interneten keresztül nézel és megtetted, akkor kérlek, hogy küldj egy e-mailt, hogy megtudhassuk. All right. We thank you, Lord. Köszönjük, Urunk. We worship you. Dicsérünk téged. We praise you. Imádunk téged. Let's just spend a moment praying in our hearts. Akkor töltsünk csak egy percet azzal imával a szívünkben. Imre could play a little more. Hogyha az Imre egy kicsit tudna játszani még. Let's just spend a few minutes just praying. Töltsünk pár percet imában. For our ministry worldwide. A szolgálatunkért világszerte. Our churches here in Hungary. A gyülekezeteinkért itt Budapesten, Magyarországon. Our lives, az életünkért, this church, ezért a gyülekezetért. Yes, let's just pray. Csak imádkozzunk egy pár percet. Neteket. God bless you.